mi 2004-ben kezdtük, akkor még hárman voltunk, dob, basszus, szólógitár felállásban, és 2010-ben csatlakozott hozzánk még egy gitáros, Bálint, Kacsa, és akkor teljesedett ki igazából a zenekar, akkor kezdtünk egy az effektek felé is nyitni. Ugye előtte ilyen klasszikus rock felállásban nyomtuk, tipikus dob, basszus, gitártod, nagy zúzás, Red Hot Chili feldolgozások, stb. Meg Nirvana. Aztán egyre több saját szám jött, és igény lett arra, hogy egy kicsit ilyen saját szájízt adjunk a dolognak, és akkor ehhez vettünk effekteket, szintiket, sampling pedeket, ilyesmit, és hát a Bálint ezeket így ügyesen kezelgeti, miközben gitározik, és akkor így lett teljes a bari. Nagyon sokszor punk zenekarnak képzelik a zenekart, mondom, Nőhai Bárány, mi az valami punk? Nem, nem, ez magyar nyelvű alternatív elektronikus rock. Az meg mi? Hát mondj, gyere, hallgass meg. De tény, hogy Mixát Novella miatt választottam ezt a nevet, és nyilván a többiek rábólintottak, tehát így nem volt diktatúra, de nem Mixáthoz való kötődésem, hanem ez az egész ilyen népies gondolkodásmódhoz, és ahhoz az egy novellához való kötődésem, enyhén depresszív, de nem tudom, mellette nagyon mély érzelmű dolog szerintem, és méltónak tartom ahhoz, hogy zenekarunknak ez legyen a neve. És felnyitja a szemeket gyakorlatilag, tehát egy igazságtalanságot bemutató történetről van szó, ami tehát neveltetésünkből adódóan, tehát így elég nagy az igazságértetünk, persze nem akarunk persze így világot váltani se a zenénkkel, se amúgy, de azért vannak dolgok, amik mellett nem megyünk el szó nélkül, és igazából ez kell, hogy sugárzódjon a zenénkből, és emiatt a név az nagyon jól passzol szerintem a zenekar nevéhez. Mármint a zenéhez, bocsánat. Keszthelyen levés az a Marci és az én szempontomból gyakorlatilag kicsit egyet jelent a gyerekkorral, ami minket például népzenei szinten elég komolyan inspirált, ugyanis apukánk ő népzenész, és folyamatosan ezt hallottuk, és én speciál néptánc voltam is, és rengeteg sok népzenei elem, meg ilyen motívum motoszkál a fejünkben, folyamatosan ritmusok akár, és ezeket kicsit mondanám, hogy erőltetve is, tehát hogy így direkt csináljuk, de be akarjuk építeni a zenénkbe. Meg valamilyen szinten persze ösztönös. És az meg a másik, amit nagyon fontosnak tartok, hogy koncertről koncertre több és több keszthelyi ismerősünk, barátunk jön el. Tehát hogy volt az elején egy ilyen mag, ilyen 5-6 keszthelyi, tudták, hogy van ez a Néhai Bárány, meg hogy ez jó lesz, és akkor eljönnek koncertre. Most meg már ilyen 30-40 keszthelyi néha így összeverődik, és így eljönnek. És ez nagyon jó érzés, és tényleg otthon ugye összegyűjtjük ezeket a társaságokat, régi gyerekkori barátságok vannak, és fönt meg kb. Nekik olyan, mintha otthon söröznénk. Tehát így eljönnek koncert, és akkor így sörözünk. És tök jó. Köszönöm, dobbal együtt kérném. Hát voltunk sok tehetségkutatón is, ahol rendre megkaptuk azt a tanácsot, hogy vigyük már előre a dobot ugyan, mert én vagyok a frontember, és hogy így egyszerűen nem érvényesülök. Tehát ott vagyok hátul, gitárosok elől, mindenki így kb. Nézeket hátra, és én meg ott így nyomom, mint a gép, és így rám kéne, hogy figyeljenek, de így nem tudnak, mert hátul vagyok. És most, mai napon irdatlan nagy szerencsénk volt, lehetőségünk nyílik arra, hogy előre vigyük a dobot, és végre szemtől szembe legyek a közönséggel is.